Sokat készültem a versenyre, többet, mint eddig talán. A 80 kilós egykezesnek nagyon örülök, már eddig talán a 70-es ment ki a legnagyobb. Kőgolyóval is elégedett vagyok, ekkora kőgolyót még talán nem is raktam, 130-as volt a legnagyobb. Összességében örülök a verseny eredményének. Kemény ellenfelek voltak, erős volt a mezőny, de örülök a dobogónak. Gyerünk, Miki, gyerünk! Gyerünk! Még így is! 17, 20,
jó kis versenyt hoztunk össze. Tudtam, hogy nehéz lesz azért, az első három helyért küzdöttem, próbáltam ott lenni. Jó számok voltak, tudtuk, hogy azért ezek a számok a mi számaink. Ugyanúgy készültünk rá már több mint egy hónapja erre a fordulóra is. De igazából éreztem, hogy a Renato egész végig hozza a formáját. Nehéz őt megközelíteni, így a utolsó két számnál már inkább a biztosra mentem. Golyónál is a biztosra mentem, ötöt dobtam, és kicsit nem akartam, és hát megizzasztottam őt, de nem akartam túlságosan, mivel már tudtam, hogy úgyse tudom utolérni, de örülök ennek a második helynek, mivel első fordulón ugye első lettem, másodikon sérüléssel érkeztem, sajnos ott csak egy hatodik helyzet volt, de itt most a harmadik fordulón megint a második helyen, szerintem egy picit az összesítésbe közelebb kerülök első helyhöz. Nagyon örülök, hogy sikerült beállítanom a Cezár országos kőgolyó rekordját ezzel a 207,1 kg-mal. Úgy érzem, hogy van még bennem több is. Jövőre mindenféleképpen szeretnék ennél följebb menni és további csúcsokat megdönteni. Örülök neki, hogy sikerült megnyerni a versenyt, főleg, hogy az 5-ből 4 versenyszámot sikerült megnyerni. Az egykezes, óriás egykezes nyomásnál balkézzel nyomtam, ugye ezt a versenyszámot nem nyertem. Jobbkezes vagyok egyébként, itt egy sérülés miatt nyomtam balkézzel, úgyhogy ott egy biztosra mentem. A többinél pedig beleadtam a maxot.